Tehát látszik a nyakán, hogy a lánc volt és szoros volt. És végül is, ha megtekeredik, mert forgósabb volt rajta, akkor meg is fulladhatott volna a későbbiek folyamán. Ezt a kétségbeesett tekintetű kutyát Abonyból hozták a ceglédi menhelyre éjszaka. Ha nem segítenek rajta, akkor lehet, hogy már nem is él. Este 10 óra körül csöngött a telefonom, fölvettem, a szurkolók voltak vonalban, hogy tudunk-e segíteni, mert Abonyba egy kutya ki van kötve a szabad földre, kutyaház nélkül, és el is kellene helyezni. Hát azonnal igent mondtam, mert úgy én is úgy hallottam, hogy a leghidegebb éjszaka talán tegnap volt, és hogyha nem segítünk rajta, akkor lehet, hogy megfagy a kutya. A szurkolók az állatokért csoport 20 tagja a helyszínen várta a menhely vezetőjét, az állatorvost és a rendőröket. A közös összefogásnak hála pedig még aznap éjszaka sikerült kimenteni a kutyát. Tele volt ilyen nagy csontokkal az egész udvar, meg kutyahullamaradványokkal. És én jeleztem a hatóságok felé, és egy pár nap múlva kimentünk a hatósággal, a rendőrséggel együtt, és több kenel is volt, de nagyon picik ilyen vaskenelek. Én összesen 5 kutyát találtunk, de több kenel volt üres, az is tele volt csontokkal. Tehát valamikor szaporíthatta a kutyákat. A részletek annyira szörnyűek, hogy nyugalmuk megőrzése érdekében inkább nem megyünk bele. Közben befut egy adományokat hozó ceglédbelceli dálcos csapat is. Vezetőjük elmondta, mivel lehetne javítani a jelenlegi állapotokon. Azt gondolom, hogy az emberek nem tudatosan választanak kutyát, nem gondolják át, hogy milyen a felelőssége, vonzata, hogy egy kutyát felneveljen, úgymond és tartson, és kihasználják őket. Tehát én nagyon elítélem ezt a dolgot. Milyen büntetést érdemelnek szerintem? Erről inkább nem nyilatkoznék. A kutyák tekintete többet mond minden szónál. Szomorú szemeikben fájdalom, hála és reménykedés, hogy egyszer talán majd értük is jön valaki. Valaki, aki nem dobja ki a kocsiból, ha megunja vagy megbetegedik. Hálások egy sétáért, egy apró simogatásért, mindenért. A ceglédi menhely vezetője szerint az utóbbi években jelentősen megnőtt a felelőtlen állattartók száma. Duplázódik az állatkínzások, meg a nem megfelelően tartott állatok száma. Ez azért is van, mert az emberek elszegényednek, meg állandóan vándorolnak ezek a kisebbségek, egyik házból, egyik községből mennek a másikba, egyik helyen megbüntetik, elveszik a kutyát tőle, megy a következőbe, ott ugyanúgy tartja a kutyákat, meg ott vannak a szaporítók, akiket lehetetlen követni, de én úgy gondolom, hogy a szaporítók mellett asszisztálnak az állatorvosok. Mert azért nem gondolom, hogy a szaporítónak nem kell lótatni a kutyáját. Akár 3 év letöltendő büntetés is kaphat egy állatkínzó a törvény szerint. A jogerősen elítélt állatkínzóknak viszont csak az elenyésző hányada kerül a rácsok mögé.